Szeretettel üdvözlöm Önöket a dokumentumfilmes sorozatunk ma kezdődő első előadására. A történelem fogságában ez a címe ennek a néhány filmnek, amit itt hétfőnként fogunk látni, és azt hiszem, hogy érdemes lesz minden alkalommal eljönniük, mert hihetetlenül izgalmas és nagyon szép emberi filmeket fognak itt látni ebben a sorozatban. Szegfű Andrásnak hívnak, filmtörténész vagyok, és én fogom ezeken az estéken a filmeket bevezetni, illetve engem ért az a megtiszteltetés, hogy a filmek rendezőivel, ha még élnek és köztünk vannak, vagy azok leszármazottaival, vagy szakértőkkel itt a filmek előtt egy rövid beszélgetést csinálunk, és már most jelezném, hogy a film után mi itt vagyunk és rendelkezésre állunk. Egyrészt azt hiszem, hogy lesznek még történetek, amiket el lehet mondani a filmről és a film utóéletéről, másrészt pedig akkor van a lehetőség, hogy Önök kérdezzenek, és mi pedig igyekszünk válaszolni. És hát nem is annyira én, hanem főleg a vendégünk. A mai filmünket Nádasi László készítette az 1960-as évek elején, erről mindjárt majd beszélgetünk, és őt tulajdonképpen most idősebb Nádasi Lászlónak kellene említenem. Ő ugyanis már 30 éve nincsen közöttünk, viszont itt van közünkben fia, ifjabb Nádasi László, aki maga is filmrendező és operatőr, és aki fiatal korában már egy kicsit elkezdte folytatni édesapja munkáját, és például olyan sorozatot, amit édesapja elkezdett, azt ő aztán folytatott, és hát ő valami, nem tudom, hogy befejezte, de legalábbis egyfajta teljességig elvitte. Úgyhogy Laci, szeretettel köszöntelek, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Első kérdésem, ami a filmünkkel kapcsolatos, de utána majd még visszatérünk édesapád életművének elejére. Én összehasonlítottam az évszámokat, a születési évszámokat. Ugye édesapád 1928-ban született, te pedig 27-ben, igen. Akkor ez egy lexikon hiba volt, 28-at láttam, 27-ben helyesítettem. És te pedig, akkor most már nagyon óvatosan mondom, 54-ben. 1954-ben. Na most ehhez képest, tehát amikor ezt a filmet édesapád elkezdte készíteni, akkor te lehettél 9 éves. Igen. 9 éves gyerek észrevesz-e valamit abból, hogy az édesapja valami egészen másfajta filmet kezd el csinálni, mint amit addig csinált? Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy eljöttek erre a vetítésre. Konkrét kérdésre válaszolva, nem. Tehát én éltem a magam gyermek, boldog gyermekkori életét, és igazából apám az egyik filmet csinálta a másik után. Ő egyébként elsősorban forgatókönyvíróként volt elismertem. Volt egy dolgozószobája, erős dohányos volt. Az fantasztikus élmény volt, amikor bementem hozzá, és így a füstfelhő mögött, az íróasztal mögött ült és alkotott. Az, hogy éppen mikor tűnt el egy-két hétre forgatni, az számomra teljesen közömbös volt. És mindegy volt ebből a szempontból, hogy apai pusztára ment, vagy pedig Lengyelországba? Akkoriban nekem 9 évesen még teljesen mindegy volt. Aztán később már változott a helyzet, mert egy-két filmben már én is megfordultam az ő révén. Ugye az első film szerepem idézőjelben az a Ranódi Lászlóval készített Tettes ismeretlen című film, ahol én 2 évesen ülök a végefő cím előtti nagy totálnál és dobálom a kavicsokat a pocsolyába. Aztán később a Fábri Zoltán, az ő termében ülünk, Pál utcai fiúkjába, én ülök Nemecsek mögött a padba. Aztán később majdnem én lettem a Petőfi 73 főszereplője, de a legjobb 16 között kiestem. Aztán apám utolsó filmjébe, a már játékfilmjébe, a Nagykék jelzésbe, egyébként, ha minden igaz, jövő héten megy a tévébe,
ott a kardinóra mögött én vagyok a boy, aki szállítja a kardinóra. Tehát ennyit a film szerepeimről. De a lényeg az, hogy borzasztó tiszteletre méltó volt az az erőfeszítés, amit apám írói munkássága jelentett, és én igazából nem vettem észre semmit. Röviden ennyi a válasz. Köszönöm. A film, amelyet ma vetíteni fogunk, egészen különleges történetet mutat be nekünk, és mindent megelőzve még annyit muszáj elmondanom, hogy László nem csak azért tud sokat erről a témáról, mert ő az édesapja fia, és ezért családban voltak történetek, hanem ezt a témát ő jóval később folytatta, mint filmrendező, mint filmkészítő, tehát ő is készített ebben a témában a X év után további filmet. Úgyhogy ennek ismeretében akkor arra kérlek, hogy mondj néhány szót arról, hogy tudomásod szerint honnan támadt édesapádnak az az ötlete, hogy megcsinálja ezt a filmet? Akkoriban a HDR stúdió az egy a korszak mostani megítélése szerint ellentmondásosan, de egy elég szabad teret volt az érdekes témák számára. És ha jól emlékszem, a Népszabadságban jelent meg egy a Népszabadságban és az Új Ember című folyóiratban, ez egy zsidó. Az Új Ember a katolikus volt, a Új Élet az volt. Az Új Élet, igen, egy zsidó labban. Megjelent egy cikk, egy kislány masnis fotójával, egyébként ez a filmben a főcím fotó, hogy Éva Krücs keresi szüleit. Na most ezt egy Rózsa János nevű újságíró írta ezt a cikket, apám megkereste, és hát ebből bomlott ki aztán az egész történet. De hát akkoriban még nem nagyon gondolkoztak nagy, hosszú dokumentumfilmen az emberek. Akkoriban nem is létezett igazából az a típusú úgynevezett szociológiai vagy mélyreható kutatást igénylő dokumentumfilm, mint amit ma már történelmileg is ismerünk. És elkezdtek nyomozni, hogy ez a lány miért és hogyan keresi a szüleit. Ebben a rövid kis cikkben csak annyi található, hogy ez az Éva Krücs, ez körülbelül 3-4 évesen szabadult az akkor felszabaduló Auschwitz-Birkenaui táborból, és egy lengyel család ott Auschwitz faluban örökbe fogadta. Akkoriban amikor ez a cikk készült, akkoriban lettek ezek az akkor 2-3 évesen szabadult gyerekek, 17-18-19 évesek. És akkoriban volt egy Szimánszki nevezetű főmunkatárs az Auschwitz-i múzeumnak, akinek az volt a hogy mondjam, hivatása, vagy elhivatottsága, hogy az akkori a gyerek foglyok közül, akik éltek, megpróbálta megkeresni a szüleit. Éva akkoriban már Krakóba egyetemista volt, és tudomást szerzett arról, hogy egy pár vele hasonló korabeli gyerek, Auschwitzból szabadult gyerek megtalálta az akkori Szovjetunióban, Lengyelországban a szüleit, és benne is feltámadt a vágy, hiszen nem tudta, hogy mik a gyökerei. Egyetlen egy jel volt a karjába tetovált szám, ez az A5116, ez a film címe, Éva A5116. Tehát nem lehetett tudni, hogy honnan származik ki, és milyen lehetőségei vannak arra, hogy megtalálja a szüleit. Ő is elhatározta, hogy megpróbálja a Szimánszkin keresztül, és a Szimánszki Magyarországon jelentette meg ezt a cikket, ezzel a fotóval, ami az ő gyerekkori fotója. Hát amilyen indított egy lavinát, és akkoriban ismerkedett össze apám Sára Sándorra, aki akkoriban a HDF-ben
kvázi kezdte a szakmát. És hát mivel ez egy nyersanyag igényes dolog, majd meg fogják látni, egy meglehetősen új technikát alkalmaztak, akkoriban még nem volt videó, amikor csak nyomjuk a gombot, és addig vesszük képen hanggal az anyagot, amíg el nem fogy a kazetta, vagy most már SD kártya. Minimális összelopkodott wrestling nyersanyagokra elkezdtek forgatni, és volt egy Toldi Zoltán nevű hangmérnök, aki elképesztő mennyiségű hanganyagot vett fel. Tehát nagyon sokszor látják majd, hogy nincs szájszinkron, hanem durván egy 100 órányi riportanyagból lett összevágva a film hanganyaga, és ehhez kerestek, illetve gyártottak egy csomó olyan képet, ami lehetőleg passzol ahhoz a mondani valóhoz. Minimális az az anyag, ami szinkron. Elindította azt a lavinát, hogy ugye a 60-as évek elején még nagyon sok Auschwitzból hazaérkezett ember volt, aki elvesztette a családját Auschwitzban, és hát elképesztő érzelmi viharokat keltett. Maga a cikk is. Ezt a ponttal most a filmet abba adjuk, hiszen igen. Most ugye látni fogják a kedves nézők a filmet. Talán érdemes viszont egy picit még erre a technikára visszatérni. Ugye a HDF betű szó, amit elhangzott, az híradó és dokumentum filmgyárat jelentett, és hát ugye akkor a akkori pártállami viszonyok között ugye minden ilyen szépen el volt osztva, hogy cipőt a cipőboltból, híradófilmet, dokumentumfilmet a híradó dokumentumfilmgyárból. Tehát majdnem egy ilyen monopóliuma volt ennek, és amire Laci az előbb célzott, hogy nem volt szokás hosszú dokumentumfilmeket készíteni, a dokumentumfilmek azok általában a rövid film kategóriába voltak belakva, és meg volt szabva, hogy 17 perc lehet a maximális hosszú, ugye? 17 perc volt az egy tekercs film, amit a vetítőgépek egy végtében tudtak vetíteni, ami annál hosszabb film volt, az már több tekercses film volt, de a híradó és dokumentumfilm stúdiónak a filmjei túlnyomó többsége ebben a 17 perces kategóriában volt. Tehát, ha jól sejtem, apádnak komoly szabadságharcot kellett vívnia, hogy a filmje az többször 17 perc hosszúságú legyen. Szegény Solymár Józsi barátom tavaly halt meg, ő nevezte azokat az embereket, akik ezt a 17 percet ortodox módon próbálták betartatni az alkotókkal, a filmelhárítóknak, mert hogy teljesen mindegy, miről szólt a film, és teljesen mindegy, hogy mit kívánt volna, akkor is 17 perc. Tehát ezzel a filmmel is volt egy ilyen, hogy levetítették ezt a filmet, ami itt látható, és ez a bizonyos elvtárs, ez megnézte, fölállt, és azt mondja, jó, 17 perc, és kiment. És akkor innentől kezdve indult el egy bruszt, és hát aztán apám sikeresen vívta meg ezt a harcot, de hát remélem, hogy ha megnézik, akkor látni fogják, hogy elég kevés dolog van, ami ebből elhagyható. Tehát ebből 17 percet csinálni, ez egy meglehetősen durva dolog lett volna, és akkor nagy nehezen bemutatták. Igazából akkoriban egyáltalán a zsidó témák és ezzel az Auschwitz-szal kapcsolatos témák is annyira érzékeny pont volt a társadalmon belül, hogy egy nagyon rövid szárnyalás után, azt hiszem a Miskolci Filmfesztiválon 10 díjat nyert a film, eldugták. Tehát igazából néhány hétig ment mozikba, de se külföldi fesztiválokra, se nagyobb propagandát jelentő vetítésekre nem vitték, és hát tulajdonképpen 90-ig aludt a film. Még talán annyit érdemes a film előtt elmondani, hogy ekkoriban nem csak Nádasi László, más rendezők is próbálkoztak áttörni ezt a 17 perces falat. Itt az előző sorozatunkban, itt ugyanebben a vetítőben látható volt Kovács Andrásnak a Nehéz emberek című filmje. Készült egy film Vállás Budapesten címen, amelyik szintén hosszabb volt, mint 17 perc, hogy több oldalról tudja
ezt a Szemes Marian filmje több oldalról tudja bemutatni ezt a jelenséget, és később aztán azt lehet mondani, hogy nem szűnt meg a 17 perces határ, hanem a 17 perces határ mellé létrejött az egész estés dokumentumfilm, mint egy többé vagy kevésbé elfogadott kategória. Még azt szeretném megkérdezni tőled, hogy hogyan került édesapád a Híradó és Dokumentum filmgyárba, hiszen amint említetted is, ugye ő egy elismert forgatókönyvíró és dramaturg volt, aki ekkoriban elkezdett saját játékfilmeket is rendezni, ami hát ugye egy nagy lépés volt az akkori filmes értékrendben előre, hogyha valaki eddig csak forgatókönyvet írt, most már rendezhet is, így mondták, de ezt a játékfilm stúdióban csinálták, és ugye megint csak azt kell mondanom, hogy ez az elvágólagos szocialista rendszer, hogy a játékfilm stúdióban állásban voltak a rendezők, és ott voltak állásban. Feltételezem, hogy édesapád is a játékfilm stúdióban volt állásban, mint dramaturg, forgatókönyvíró vagy kezdő rendező. Így. A Híradó stúdióban ottaniak voltak állásban. Igen. Hogy került ő oda, vagy hogy fogadták? Ez egy érdekes dolog, ennek tulajdonképpen egy helyi értéke van, mert akkoriban alakult, mint sokszor, de akkoriban alakult át a magyar filmgyártás, és az akkor már létező Budapest és Objektív stúdiók mellé, pontosabban a Hunnia és Objektív stúdió mellé megalakult a Budapest filmstúdió, Nemeskürti István alapított, és ennek konkrét helye nem lévén ezek kikerültek a Hungária körútra, a mostani MÁV pályaudvar helyén álló, Volán. Vagy Volán pályaudvar helyén álló épületbe, és gyakorlatilag az első években a Híradó és Dokumentum Film Stúdióban volt a Budapest Film Stúdió. Most és együtt kávéztak a büfében. Egyrészt, másrészt meg apám első filmjét is ott csinálta. Tehát a Nemeskürti István adott neki először lehetőséget arra, hogy ő játékfilmet rendezze, ez a Razia című film volt. És hát tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy ott a belső berkekben, ugye Gere Mara az egy elég jó nevű dramaturgia volt a dokumentumfilm gyártásnak, a vele való jó ismerettség révén adtak lehetőséget neki arra, hogy ezt a kísérletet, ő egy kísérletező típusú ember volt egyébként is, megvalósíthassa, úgyhogy végső soron ez egy addig ki nem taposott út volt, és nekem azért nagy megtiszteltetés az, hogy egy ilyen 100 legjobb dokumentumfilm közé ez a film bekerülhetett, mert meggyőződésem, hogy igazából a magyar filmgyártásomból ez az első igazi egész estés dokumentumfilm, aminek valódi művészi értéke van. Mondjuk, ha a Hortobágyot nem számítjuk, ami még a háború előtt készült. Hát köszönöm szépen, ennyi volt, amit a film előtt szerettünk volna elmondani. Hát nem is tudom, jó szórakozást talán nem mondom, de értékes szórakozást kívánok a filmhez, és szeretettel várjuk Önöket egy 3-4 perc szünet a film után, és akkor egy beszélgetést folytatjuk Nádasi Lászlóval. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy itt maradtak, köszönjük az érdeklődést. Ez tulajdonképpen úgy néz ki, hogy apám tényleg elég fájdalmasan korán, 56 éves korában, 83-ban meghalt. És hát a mai napig hiszem, hogy ő ott föntről dolgozik, mert tényleg egy csomó félbe maradt portréfilmet és egy csomó olyan dolgot hagyott rám. Én pont abban az évben végeztem el a főiskolán, operatőr szakon, amelyik évben ő meghalt. És hát azóta is folyamatosan adja nekem föntről a különböző munkákat. És ez is egy olyan történet volt, hogy ugye 90-ig ez a film gyakorlatilag a közvélemény számára nem létezett. Televízió nem vetítette, mozik nem vetítették, nem nagyon volt terepe. Nem nagyon volt oka sem, hogy vetítsék, mert nem találtak rá kellő alkalmat, akkor még azért a holokausztot nem emlékeztük meg annyira, mint mostanában szoktuk. És
90-ben volt a Kossuth mozikban egy zsidó filmfesztivál, amiben ezt előbányázták, ezt a filmet. És hát tényleg nem is tudom, 20-valahány évvel később ez sok ember számára egy felfedezés volt. És erre a vetítésre a Kossuth moziba én is elmentem, és ott az egyik szereplő, igazából ez csak egy villanás az egész filmben, van az a jelenet, ahol igazából az apa nem is nagyon hiszi, hogy az ő lánya lehet, de ülnek egy szobában, egy asztalnál, és az egyik lányról a másikra átsvenkel a Sárosanyi. És az a lány, aki akkor 14 éves volt, mikor a film forgott, az megjelent a családjával ezen a vetítésen. És akkor vége volt a vetítésnek, ő tudta, tudniillik, hogy ebben a filmben ő szerepel. És a film végén odajött, és kérdezte, hogy ebből tudnék egy kazettát szerezni neki. Volt nekem kazettám, csináltam neki egy másolatot, odaadtam, majd megint eltelt 10 év. És 2000 tavaszán felhívott ez a hölgy, nevezzük Gabinak, hogy felnőttek az unokái is, és az egyik alkalommal levetítették az egész családnak ezt a filmet, és az egész család meg van győződve róla, hogy az nem létezik, hogy ez nem az ő testvére, annyira hasonlítanak, kockáról kockára végignézték. És mondták, hogy régen ez a daktiloszkópiai vizsgálat ez nem volt elég hatékony, meg igazából csak 20-30%-os biztonsággal tudták megállapítani azt, hogy valóban családazonos vagy nem. De már létezik DNS technika, és a család vállalja ennek a DNS módszernek az összes költségét. És hogy én keresse meg az Évát, és vegyen fel vele a kapcsolatot. És akkor mondtam, hogy jó, egy feltétellel, hogyha erről én készíthetek egy újabb dokumentumfilmet. El is kezdtük az előkészítést. Egy jó fél éven keresztül kutattuk az Évát, míg végre megtaláltuk. Nagyon nehéz volt, mert időközben férjhez ment, elköltözött Krakkóból, de végül is sikerrel jártunk, és akkor kimentünk hozzá. És elmondtuk, hogy van egy család, akik szeretnék, hogyha ebbe ő részt venne. És nagyon húzóckodott, és mondta, hogy neki ez egy olyan felkavaró élmény volt ez a filmforgatás, amint a végén itt lehet látni, azért ez nagyon megviselte őt, hogy eleinte nem nagyon akarta, de aztán végül is ráállt. És mondtuk, hogy mi mindent megszervezünk. Volt egy producer, akivel elkezdtük ezt előkészíteni. Nem volt könnyű, mert ugye szándékaim szerint a párhuzamokat szerettem volna megtartani. Tehát hasonló dramaturgiával, mint ahogy ez a film készült, meg is tudtuk volna csinálni első évben, de a producer egy nappal a teljesen előkészített forgatás előtt azt mondta, hogy nem megyünk sehova, hivatkozott valami hülyeségre, hogy nem tudom, Lengyelországban valami földrengés volt, vagy nem tudom mi. De kiderült, hogy pénze nem volt, és nem akart. De lényeg az, hogy egy évet csúszott az egész, és végül is az MMK-nak, akkoriban még létező MMK-nak volt egy külön keret. Magyar Mozgókép Közalapítvány. Illetve kuratórium, igen. És az Ungvári Rudi azt mondta, hogy ez elég fontos téma ahhoz, hogy ehhez adjanak pénzt, és gyakorlatilag abból a pénzből pontosan egy évvel később nekiálltunk, és 12 nap alatt forgattuk le az egészet, úgyhogy fölkutattuk a Kossuth Zsuzsa Gimnázium volt tanulóit, tehát magyarul akik ebbe a filmbe szerepeltek és még fellelhetőek voltak, azokat mind megkerestük, és gyakorlatilag hasonló módszerrel, csak már egy jobb technikával és dramaturgiával leforgattuk a filmen, aminek az izgalma az volt, hogy hát a DNS technika sem egy egyszerű technika, ezt 20 szekvenciát néznek a DNS láncban,
és a 20 szekvencián belül bizonyos százalék a azonosság esetén lehet biztosan kimondani, hogy családtag vagy nem valaki. És hát miután megtörtént elhoztuk az évát, megtörtént a vérvétel, elvittük őt a Kossuth Zsuzsa Gimnázium nagy termébe, levetítettük újra a filmet. Mostani fiataloknak is, akkori negyedikeseknek, akik reagáltak ezekre a dolgokra, történelemtanárok, és fantasztikus történetek jöttek elő azok részéről, akik egyébként a régi gyerekek voltak. És a végén, hát én tudni akartam, hogy még mielőtt bárki megtudja, hogy valóban testvérek vagy nem, én elmentem ahhoz a professzorhoz, aki ezt a DNS tesztet csinálta, és azt mondta, hogy hát még 4 szekvencia hiányzik, mert Németországban kontrollálták ezeket. 4 szekvencia hiányzik, de megvan a 35%-os arány, és nagy valószínűséggel a testvér. Én elindítottam mindenféle propaganda hadjáratot, újságírókat, hát körülbelül olyan szenzáció lett volna ez akkor, hogyha ez valóban összejön, mint amikor az orosz fogságból, vagy szovjet fogságból, gulágról hazaérkezett, hogy is hívták ezt a bácsit, aki hazaérkezett. Laci. Igen. Tehát akkor a szenzáció lett volna. Majd utána anélkül, hogy én erre még egyszer rákérdezem, meg volt szervezve, hogy aznap oda megyünk, ugye az évát nem akartuk erre az egy eredmény hirdetésre elhozni csak, de meg volt szervezve, ott állt a mikróbusz a Lenhosség utcába a ház előtt, és a Labi megkapja a kezébe a papírt, hogy a testvére, akkor azonnal beültetjük a mikróbuszba és megyünk ki az Évához. És beültünk, 2 kamera, fölvettük, és kiderült, hogy az utolsó 4 szekvencia annyira nem volt azonos, hogy lement valami 20 nem tudom hány százalékra, és ezzel nem lehetett kimondani, hogy testvére. Úgyhogy ez lett a vége, de hát az az igazság, hogy én amikor megtudtam, hogy ez a film megy, akkor gondolkoztam rajta, hogy esetleg valahogy meg lehetett volna szervezni, hogy ez, mert annyira párhuzam a két dolog, és annyira drámai annak is a vége, hogy ez jó lett volna, hogyha együtt megy, de hát, vagy egymás után például, de hát erre itt most nincs mód. De végül is ez lement a televízióba, ez a cím, hogy Örök Éva, ugye, mert hogy örökké Éva marad, ahogy itt elhangzik, hogy mindnyáján Évától származunk, ezt mondja a legenda, és hát Éva még inkább megviselte Évát ez a dolog. De időközben, ugye még az akkori forgatásnál mi elmentünk az Auschwitz Múzeumban újra, és ott egy kutatóval hosszasan beszéltünk, az is benne van a filmben, és napra pontosan tudják, hogy melyik nap milyen szerelvényel és honnan érkezett az a szerelvény, ahonnan az Éva érkezett. És az is kiderült, hogy ez Beregszász észak-kelet Románia, ami akkor még Magyarország volt, Beregszász Kárpátalja környékéről jöttek az első szerelvények. És az Éva az a második szerelvénnyel érkezett ki Auschwitzba, azért ilyen alacsony a száma is egyébként. És szinte 100%, hogy Iker volt. Tudnék, mások nem maradtak meg. Csak a zwillingek. És hát aztán abban, ami ott történt az Auschwitz Múzeumban, vagy az Auschwitz archívumban, ott aztán az Évánál kiderült, hogy neki még megvannak a testén azok a vágásnyomok és egyebek, amik még a Mengele-féle kísérletből származtak. Tehát valószínűleg ő is Iker kísérlet alanyaként maradt meg. Ugye a testvér az el is mondja ebbe a filmbe, hogy egy kisebb gyerekkel, valószínűleg az öccsével, de lehet, hogy ő már annyira leromlott állapotban volt, aki aztán meg is halt. De hát ezekről se az Évának, se másoknak nincs már semmi nyoma.
És akkor felvetődött az, hogy elmenni Kárpátaljára, Máramarosszigetre és környékére, és még egy nekifutást csinálunk, hogy hát ha ott ez a Stolz család, ugye, mert az... Tulajdonképpen magyar? Mindenképpen magyar, csak ugye akkoriban az még Magyarország volt, Máramarosziget, Derekszáz. De akkor, amikor apám még forgatták ezt a filmet, akkor hát erről szó nem lehetett, hogy ezekre a területekre ők elmenjenek forgatni. De aztán az Éva azt mondta, hogy nem, ő nem akarja még egyszer ezt a csalódást átélni. Ráadásul főiskolai osztálytársam és szintén nagyon jó dokumentumrendező Balogh Gabi csinálta a kárpátaljai zsidókról egy fantasztikus dokumentumfilmet, és kiderült, hogy gyakorlatilag senki nem maradt meg. Tehát igazából nem lett volna értelme, mert tanú sincs arra. Tehát ott nem lett volna, pláne ennyi idő után, olyan ember, aki igazolni tudta volna a család létezését. Tehát nem lehetett volna DNS-tesztet vagy egyebeket csinálni. Hát ha csak nincs exhumálás vagy valami, de az meg már nagyon bonyolult lett volna. És ezt az Éva se akarta. Egy döbbenet volt még, amikor ez lement adásba, amikor elkészült a film. Akkor másnap felhívott egy család, hogy ők látták ezt a filmet, ők Kárpátaljáról származnak, és meg vannak győződve róla, hogy az Éva a testvérük. És utána volt a Bálint házban egy vetítés az Örök Évának, ahova szintén eljött 30-40 ember, és ott is felállt egy ember, és azt mondta, hogy ő is, hogy az ő nagymamája. Én nagyon szépen, én még egyet kérdeztem Öntől úr, azt szeretném megkérdezni, hogy ha ő valóban magyar, és hát sajnos ugye hát, hogy nincsenek meg a szülei, hogy akkor miért nem él Magyarországon? Elnézést kérem. Semmi gond, de egyébként nagyon logikus a kérdés. Ugye őt örökbe fogadta egy lengyel család. Igen. És gyakorlatilag ő 3-4 évesen, vagy 2,5-3 évesen. Az az igazság, hogy ő szerette volna tartani a kapcsolatot ezzel a Gabival, aki a testvér, de az Éva nem tud csak lengyelül. Semmilyen már, borzasztó egyszerű. Ez az egyetlen nyelv, amit tud. Na most ez a Gabi, aki egyébként a portugál nagykövetségen dolgozik, ő 5 nyelven beszél. És volt egy jelenet ebben, amit már én csináltam filmet, hogy ülnek bent a vérvétel után egy szobába, egy tök üres szobába, egymás mellett, és várják azt, hogy nem is tudom, valami eredményre, vagy hogy mikor lehet majd menni. És Gabinnak mondtam, hogy nyomd be a gombot, és gyere te is ki. És ott hagytuk a kamerát, és két ember ott ült 5 percig egymás mellett, és a Gabi azt próbált portugálul, angolul, magyarul, mindenféle nyelven beszélni, az év egy szót nem értett belőle. És akkor ilyen mutogatós dimánt. És hát állandó lengyel tolmácsot venni maguk mellé, az, nem, az Éva már nem akart megtanulni magyarul sem, mert ő is már nyugdíjas korban ennyi volt. Ennyi most az Éva? Hát számoljuk ki, hát 43. Nem, hogyha ez 63-ban készült, és akkor volt 20 éves, vagy 20 év körüli. 43-ban született. 71 éves, igen. Na most ő ugyanúgy egy kisvárosban lakik, Krakótól nem messze, fogorvos lett, és akkor, amikor a filmet készítettük, ő akkor még nyugdíjba. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Még annyit biztos, hogy érdekel mindenkit, hogy ugye mondtad, hogy ő megházasodott, lett gyereke esetleg, vagy... Két lánya született. Igen. Az egyik szintén fogorvos lett, a másik, ha jól emlékszem, közgazdász. De igazából ő ezt Lengyelországban magát, a történetet is, az volt a kérése, hogy az a film, amit én készítek, azt lehetőleg Lengyelországban ne forgalmazzák. Lengyelországban, akkor, amikor ezt a filmet csináltuk, akkor meglehetősen kemény jobboldali politikai helyzet volt, és még akkor is létezett Lengyelországban az a félelem, hogyha róla kiderül, hogy zsidó, akkor
esetleg abba a kisvárosba, ahol ő él bántódásért. Hát ez elég szomorú. Hát azt hiszem, akkor ennyit talán a témáról. Magáról a filmből azért még annyit hadd kérdezzek meg, hogy ahogy így az ember nézi a filmet, ugye ez a film messze nem csak Éváról szól, sőt talán még azt is megkockáztatnám, hogy nem elsősorban őról a szól, mert ugye ő egy nagyon nagy feszültségben éli meg ezt a helyzetet, és nem nagyon nyílik meg, ugye? Tehát nagyon barátságos, nagyon nyitott, várja, hogy mi történik, de hogy az ő lelkében mi van, arról valami keveset tudunk meg. Annál inkább megtudjuk azt, hogy mi van azoknak a lelkében, akik ő hozzá megpróbálnak valahogy visszanyúlni, ugye, akik azt hiszik, hogy az ő rokonuk. Tehát tulajdonképpen ez a film, ez a megmaradt magyar vidéki zsidóságról is szól. Ebből a szempontból milyen reakciókat kaptatok? Hát említetted, hogy zsidó fesztiválon vetítették a filmet. Volt-e ezzel kapcsolatban valamilyen érdemi megjegyzés vagy vélemény? Hát akkor, amikor én készítettem ezt a második filmet, akkor én a Sára Sándorra ő is ott volt egyébként a vonat. Ugyanígy csináltunk egy vonatutat, tehát párhuzamokat csináltunk, és ő ott volt az állomáson, amikor mi megérkeztünk együtt az Évába. És aztán elmentünk túrára Sándorhoz, és ott hosszasan az Évával beszélgettünk közösen. Sándor fantasztikus dolgokat mesélte magáról a forgatásról, és egyáltalán hogy számára mit jelentett ez az egész történet. Egyébként most néztem, most azzal, hogy itt ez egy felújított kópia, és nem karcos, és elképesztő képei vannak. És valami hihetetlen, hogy azok a vonat snittek meg, tehát hogy mennyire érezte azt, hogy lehet ezt a dolgot képileg úgy megfogni, hogy ez nézhető legyen. Hogy hát, hogy mondjam, ez nagyon nehéz kimondani, de kényelmetlenül érintett a, gondoljunk bele, 63. Nagyon sokan élnek még, akik túlélték Auschwitzot. Nagyon sokan vesztették el a családjukat, és egy ilyen téma, hogy valaki meg akarja találni a saját gyerekét, rokonát, ismerősét, és ez nem csak az Éváról szól, hanem hát millió egy másról. Hogy mennyi elfojtott indulat, feszültség volt akkor az emberekben. És ha még jobban belegondolunk, hogy egy 50-es évek és egy 56 utáni néhány év után, tehát ez 63-64-ben, hát az akkori kormányzat és az akkori rendszer meglehetősen félt attól, hogy ugye nem sokkal egy meglehetősen indulatos belső társadalmi feszültség után egy ilyen filmmel, ahol szintén gejzírszerűen jöttek elő ezek a régi dolgok. Tehát a film eltemetésének ez az egyik oka, hogy nem szerették, hogy felizgatják az embereket egy ilyen filmmel. És az az érzésem, hogy ugyanakkor meg sikerült elkapni még az utolsó pillanatban, azt mondom, ez is egy oral history, tehát hogy annyira hitelesek azok a történetek, amiket itt elmesélnek emberek. És fura, mert amikor én először láttam már felnőttel ezt a filmet, akkor engem zavart, hogy nincs szájszinkron, ugye hozzászokott az ember. És ahogy az ember egy nézi ezeket a képeket, amikor hallom, hogy ő beszél, de nincs szájszinkron, és nem szinkron a kép, és abszolút szokatlan módon fejről fejre vágás, tehát olyan vágás technika van benne, amit hát akkoriban azt mondja, hogy szörnyű, hát hogy lehet így összekaszabolni egy filmet. És most azt mondom, hogy hát valami zseniálisan van kitalálva, mert azok a gesztusok, amiket a Sándor hihetetlen érzékenységgel kapott el, és azok olyan szinten hitelesek, hogy ezt azt mondom, hogy így lefotografálni és így rögzíteni, ez nagyon kevés embernek adatott meg, ami a holokausztról szóló utólagos történet. És én ezért vagyok büszke apámra is, meg mindenkire, aki ezt a dolgot felvállalta.
És hát adok hálát a sorsnak azért, hogy ezt én folytathattam, és megcsinálhattam ennek a folytatását. Kinek van esetleg még kérdése, vagy megjegyzése? Tessék fel, Csabi. Nem Azt kérdezném, hogy olyan nagyon érdekes volt az a rész, ahol ilyen vidéki embereket mutatott, ilyen parak, hát ez csodálatos, hogy az hol volt? Az Sára Sándor szülőfalujában, a Turán. És ez egy turai cigány család volt egyébként, akiknél az a nagy érzelmi kitörés volt még az elején, amikor még ugye nem volt ott az Éva. Akik sírtak. Az öltözetük is. És ez a lány, aki a végén, ez a szemüveges kislány, ez a belebetegedett ebbe az egész történetbe, hogy nem lehet ő a testvér. És ott az az egész cigány közösség, ugye a turai cigány társaság az egy elég homogén társaság ott még most is. Ugye a Sándor egyébként a Cigányok című filmjét meg onnan vette az inspirációt. Hihetetlen érzelmi töltés. És ott látszott, hogy ugye az ő habitusok azok azonnal kimondom, amit érzek, és nagy hanggal, és nagy. De arra is azt mondom, elképesztően hiteles a dolog. És pontosan ez adja meg a film lényegét, hogy holokausztról beszélni így, úgy, tudósok, adatok, nem tudom még által. Ez hiteles, ez biztos, hogy nem hamis, ezt nem lehet meghamisítani. És hát nem csak ott, hát volt Matyóföldi, volt Nagykanizsai, tehát itt az egész országból. Ha jól emlékszem, 170 ember jelentkezett első körbe. Aztán az adatok alapján kiszórtak durván 100-at, és akkor 70 emberrel csináltak új lenyomatvizsgálatot. De, és ugye akkor még nem tudtuk, hogy például volt egy csomó dátum tévesztés, mert most már tudjuk, hogy ő 44. május 6-án érkezett meg Auschwitzba. Tehát megvan a napló a bejegyzése. És van ott egy másik szám is, de név nélkül, tehát az ő neve mellett ott van egy másik szám is, innen tételezhető fel, hogy ő Iker. Tessék, Tancsoli! Majd egyet kérdeznék is, de előtte szeretném mondja, hogy mennyire megdöbbentett engem. Van egy regény, ami ennek a fordítója, Ülé Sándornak, nem tudom, hogy ismeri a miképpen mi is megbocsájtunk. Igen. Hát az ennek a fordított története, és hogy annyira összefasszol a kettő, ami szintén egy valós történetről indul ki. Én ismertem róla Sándor bátyámat személyesen, több mint 10 évig hetente találkoztam vele, és engem az a holokausztal kapcsolatban az volt, amit talán a legjobban megfogott. Ez egy regény alapján. Csak hogy a többiek is értsék, az pont fordítva arról szól, hogy kb. A 60-as években Magyarországon egy hölgy, aki túlélte Auschwitzot talán, hajlott, hogy szintén Auschwitzba vitték a gyermekével együtt, vagy két gyermekével együtt, két lányával, akiket elszakítottak tőle, és ő túlélte Auschwitzot, és egyszerűen nem tudott belegtörődni, hogy a gyermekei valószínűleg meghaltak. És hazakerült Magyarországra, és 60-as évek elején. Ugyanaz a korszak, igen. Ugyanaz a sztori, ő miután megtudta, hogy van ott Lengyelországban, talán lehet, hogy már erre nem emlékszem, hogy talán ugyanaz az úr, vagy minden. Igen, ez a Szimánszky, ő volt az, igen. Hogy elment, tehát kapott rá engedélyt, vagy nem is tudom, szabadságot, és elment, hogy kinyomozza, hogy a lányi után, hogy hova kerülettek. És szintén egy ilyen nyomon azt gondolt, hogy valahova Németország északi részébe tengerpartra teljesen mindegy elment, és figyelte a lányát, akiről azt gondolt, hogy a lánya. Ugyancsak 18 év után. És leszólította, beszédbe legyedett fel a családdal. Hát azok ugyanígy érzelmileg nagyon megvonultak, de elutasították. És végül is az a regény az egy feloldással, egy érzelmi feloldással végződik,
mert ez a, nem derül ki a könyvből, hogy valóban a lánya volt, vagy nem, de ez az anya, aki elveszítette a lányát, megtalálta a lányát, és egy család megtalálta. Tehát nem, anélkül, hogy kiderült volna, hogy a lánya vagy nem. És mégis egy ótolhatatlannál vált ebben a családban, és az a szeretetet és azt a feloldást, tehát itt egy feloldás volt. Ebben a filmben természetesen egy dokumentum itt nem volt. De viszont borzasztóan élően visszatta azt, hogy micsoda. Hát beszélték meg az emberek, tehát ez hihetetlen, hogy ez mindenkinek valahol ugyanaz. Tehát nem véletlen, hogy ennyi anyja vagy apja lett. De csak már feloldásról, mert nekem is ez egyébként ez egy borzasztó érzés volt, hogy amikor kiderült, hogy mégsem a testvér, akkor most hogy fejezzem be a filmet, mert ez egy borzasztó nehéz. És végül is Éva oldotta meg, tehát hogy pedig nem volt megbeszélve, amikor itt volt, akkor ugye a Kossuth Zsuzsa Gimnázium régi tanulóinak és akkori negyedikeseinek levetítettük az ottani díszterembe ezt a filmet. És utána volt egy nagy beszélgetés, egy nagy körasztal. És ott az egyik lány az érintett volt a nagyszülei révén a Auschwitz ügyben. És amikor vége volt a vetítésnek, akkor anélkül, hogy mi tudtuk volna, tehát ezt nem rögzítettük, nem félrevonultak, és odaadta neki a nagyanyja gyűrűjét, az Évának. És kívánta akkor még, ugye akkor még nem derült ki, hogy sikerüljön neki. És mikor kiderült, hogy nem sikerül, ugye mert az a mikrobusz, ami ott állt, az attól még stáb kiment, és az Évának is menet közben lefordítottuk lengyelre ezt a hivatalos szöveget. Ott is van egy ilyen hivatalos szöveg, mint ebben a filmben, hogy ön nem lehet. Éva Prücső apja. Ott kibontotta a borítékot, felolvasta lengyelül. Nem lehet. És akkor nem úgy lett vége, hogy sírás, zokogás, vagy fönnmarad a levegőn. Viszont ettől a kislánytól, akit én elmesélőknek kaptam ezt a gyűrűt, azt mondja, én is egyetlen egy emléket hoztam el Auschwitzból, amikor a bátyám elhozott. Ott a földön találtunk egy gyűrűt, amiben benne van a zsidó csillag és valamilyen alig olvasható felirat héberül. Azt mondja, azóta őrzi ezt a gyűrűt, de ezt a gyűrűt ő most ennek a kislánynak felajánlja. És így lett vége a film, de ugye én ezt hazahoztam, ezt a gyűrűt, és ez már nem került be a filmbe, de azért van róla videófelvétel, hogy elmentünk ehhez a kislányhoz, Pilis Vörösvárra, és odaadtuk neki. Uh-huh. És ugye ez is megvan, rögzítve van, hogy átadtuk neki. Tehát az, hogy add át az információt, és add át azt, hogy ezt nem szabad elfelejteni, ezt az egész korszakot, és hogy tehát Éva megcsinálta nekem azt a dramaturgiát, ami nekem eszembe nem jutott volna. Tehát magyarul az a típusú feloldás, amiről itt az előbb szó volt, az itt is megtörtént. És egy kérdést nem tettem fel, hogy most jut az eszembe, hogy ez a történet, ez mondjuk egy játékfilm, megölne? Hát igen, hát az igazság, hogy ezt többen mondták. Nem tudom. Én bevallom őszintén, hogy próbálkoztam itt az elmúlt 4-5 évben nem csak játék, hanem dokumentumfilm lehetőségekkel is. Azok a lehetőségek, amik korábban voltak, azok megszűntek, és úgy tűnik, hogy itt az új lehetőségekhez én már nem nagyon tudok alkalmazkodni. Úgyhogy ahhoz, hogy ez külföldi pénzből, vagy bármiből, ahhoz meg már túl öreg vagyok. Úgyhogy mindettől függetlenül igen. Tehát van olyan súlyos a történet, mint a sorstalanság, ami szintén nem kevés. És hogy aztán erre hogy és mint lehetne, azt nem tudom. Egy a lényeg, hogy a Yad Vashem az befogadta mind a két filmet, ott megtalálható. Szégyellem magam. Nem került egymás után. Szégyellem magam, nem hoztam magam ebből példány.
Igazából ez egy Filmart nevezetű cégnek a terméke, tehát a Filmart Haberman Jenő producer birtokolja a jogot. A televízió ezt, ha jól emlékszem, kétszer vetítette, egyszer mint bemutató, és aztán rá, nem tudom, egy hónapra megismételték. Na most én igazából, hogy mondjam, talán meg se tehetném azt, hogy én most itt elkezdek gyártani ezekből példány. Az, hogy ezt mondjuk a Jenővel én beszéltem, hogy kéne csinálni belőle megvásárolható példányokat, és hát nem jutottunk el addig a pontig, hogy mondjuk ő azt mondja, hogy jó, akkor gyártsunk le ebből 100 darabot, és mondjuk a Corvin mozi alak sorába lehessen kapni. Tehát. Jó, hát én azért azt javasolnám, hogy mindjárt befejezzük itt a beszélgetést, semmi akadálya, hogy e-mail címet cseréljenek Lászlóval, és talán majd találnak valamilyen megoldást ebben az ügyben is. Így van. Ettől függetlenül, hogyha valamelyik csatornának írnak egy levelet, hogy van egy ilyen lehetőség, akkor talán odafigyelnek. Ezt én nem nagyon tudom kezdeményezni manapság. Volt a Duna TV-nek egy meglehetősen széles dokumentumfilmes sávja, sőt nem csak egy nap, hanem több napon keresztül is. És hát az utolsó dokumentumfilmem is így mehetett le 3 éve, hogy akkor még Tóth Klári volt ennek a gondozója, hogy hát ennek akkor még lehetett olyan teret adni, hogy ez egy 4 részes dokumentumfilm volt, 4x1 óra, és akkor 4 héten keresztül azonos időpontban ez le tudott menni. De az, hogy ez most hogy szerkesztik, ráadásul most én a közmédiában dolgozom, úgyhogy körülbelül tudom azt, hogy ott belül folyamatos átszervezések vannak, és... És az az igazság, hogy mire oda jutok, hogy na akkor talán ő tud dönteni ebbe addig a kidő, hogy az már nem is úgy van, meg nem ő van ott, és már az az osztály nem is létezik, és akkor ez egy kicsit a kafkai kastélyhoz hasonlítanak. Nekem egy kérdésem, hogy Éva gyerekkori fényképe honnan került? A nevelőszülőktől. Tehát hát ez már Auschwitz felszabadulása utáni kép. Igen, tehát ez amikor hazavitték, megvizsgálták, leültették, és akkor az, gyakorlatilag ez az első kép, ami az auschwitzi... Ez Auschwitz. Nyilván, hát mondjuk nem feltételezhető, hogy a testvér az egy fényképezőgéppel ment a táborba, úgyhogy hát ezt ott el is mondja, hogy ott ugye ő még valamennyire szaladgált, úgy vitte haza, és utána egy orvosi vizsgálat, és nyilván amikor már minden rendben volt, akkor készül. Köszönöm. Akkor az Éva emléke lehetett az, hogy neki volt egy fiú testvére? Nem. Nem, az itt a filmből kiderül, hogy az ő nevelő bátyja, tehát tulajdonképpen ő meséli el itt ebben a filmben. De ennek is meg kellett tudni valahonnan. Tehát a nevelőszülők gyereke. Vélszerint semmi közük egymáshoz. Na most a másik, hogy azt azért tudni kell, hogy akkor, amikor felszabadították a lágert, akkor a falubeliek csak részben tudták, hogy ez milyen intézmény és hogy mi van ott. És mint minden felszabadítás utáni lehetőséget megpróbáltak ők is kihasználni, hogy mi az, ami ott még mozdítható, hát háború végén voltak. Esetleg mit lehet, élelmet, egyebeket, tehát a falu fiatal emberei azok nem feltétlenül azért mentek, hogy hazavigyék a gyerekeket, hanem azért, hogy mi mozdítható még ott, ami otthon hasznosítható. És ez a testvér, vagy hogy mondjam, nevelő testvér, ez így került be a lágerbe, és találta meg azt a barakkot, ahol ezek a gyerekek ott szaladgáltak, mert már nem voltak mások, csak orosz katonák meg gyakorlatilag szabadok voltak, csak ők ugye gyerekként nem tudtak mit csinálni. És nyilván ott lehettek páran, akik a faluból vagy máshonnan jöttek, akik jó lelkű emberek, ugyanúgy, mint ahogy mostanában
kóbor állatokat és egyebeket szoktunk befogadni. Igen, nagy valószínűség szerint megsajnálta, és azt mondta, és hogy... lehet, hogy arra gondolta, mint arra, hogy nem hosszabb ideig, hanem hogy majd egy-két... Így van. Annyira megszerették, hogy igen. Ez szörnyű, mert az ember nem is gondol bele, eddig én például nem gondoltam bele, hogy gyerekek maradtak, és hogy hova kerültek az a sorsnak a teljes kiszámíthatatlanság, hogy ott marad egy éves gyerek, aki tulajdonképpen hát... ha két napig nem eszik, akkor... És... hát tulajdonképpen ettől fantasztikus a kertész regény is, ugye a sorstalanság, igen, ezt hívják. Sorstalanság, igazi sorstalanság. Igen. Nos, hát köszönöm szépen, nem látok több kérdést. Köszönöm, hogy itt voltak. Szeretném bejelenteni, hogy a jövő héten, úgy, ahogy a programban is szerepel, egy másik témájában egy kicsit kapcsolódó filmet fognak látni itt. Ez a film a Látogatás, Bélévész László rendező lesz a vendégem, a film készítője, tehát itt kicsit több szerencség, mert fiatal emberként készítette ezt a filmet. Egy Brooke Edith nevű olasz írónő, akinek az a kalandos története, hogy ő egy magyar falusi zsidó családból származó kislányként 12 évesen került szintén a haláltáborba, és túlélte, utána nem Magyarországra került, hanem végül is több felé volt, de végül Olaszországban gyökeredzett meg, és ott egy elismert olasz írónő lett belőle, és a film arról szól, hogy ő, aki hát beszél magyarul természetesen, hazalátogat, és a 44-45-ös időszak óta először elkerül abba a községbe, ahol ő született, és ahol ismerősök még élnek és fölidézik a múltat. Egy kicsit más a megközelítése, de azt hiszem, hogy a film nagyon érdekes, szeretettel várjuk Önöket, tehát a jövő héten is, meg azután is. Minden jót kívánunk. Az információ, hogy őnek van egy könyve. Igen. Hogy nem rossz. Egy jó információ. Igen. Van könyve, hogy nem. Igen. De magyarul megjelent. Igen. Brooke Edith CK-val van írva. Igen. Köszönjük szépen, Jöjcek, elkívánok. Köszönjük szépen.